Az induló és megállás után induló vonatok menesztésénél a felhívás az indításra jelzést a vonatindító jelzőeszközzel mindig a mozdony vezetője felé kell adni. A mozdonyvezető legtöbbször a vonat elején lévő mozdonyon tartózkodik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a menesztőnek mindig a mozdonyon kell keresnie a mozdonyvezetőt. Hátul működő mozdonnyal közlekedő személyszállító inga vonat esetében például a mozdonyvezető a vonat vezérlő kocsiján dolgozik. Tehát a menesztőnek nem a mozdony, hanem a vezérlő kocsi felé fordulva kell a menesztést végrehajtania. Tolt vonat esetében megint más a helyzet. Ilyenkor a vonat végén lévő mozdonyvezető felé fordulva végzi a menesztő a vonatindító jelzőeszközzel a menesztést. Mozdonyvonatnál a mozdony mellett állva természetesen szintén a mozdonyvezető felé kell meneszteni. De ilyen esetben a felhívás az indításra jelzésen kívül más jelzés adásra, illetve ténykedésre nincs szükség. Érdemes részletesebben is szólni a vonatkísérőkkel közlekedő vonatok menesztéséről. A személyszállító vonatoknál különösen figyelni kell arra, hogy csak az utasok ki- és beszállása után és mindig azon a pályaoldalon szabad meneszteni, amelyik oldalon az utasok ki- és beszállása megtörténik. Amikor a vonatkísérők készen állnak az indulásra, akkor egymás után az indulásra készen jelzést kötelesek adni. Abban az esetben, ha az indulásnak bármilyen akadálya van, azonnal a megállj jelzést kell adni. A vonat menesztését csak az akadály elhárítása után szabad újra megismételni. A menesztő csak akkor menesztheti a vonatot, amikor a hozzá legközelebb álló dolgozótól is megkapta az indulásra készen jelzést. Mozdonnyal közlekedő vonat menesztése esetén a menesztő által adott felhívás az indításra jelzés észlelésekor a vonat elején lévő mozdonyvezetőjének féket erezd megjelzést kell adnia. A féket erezd megjelzés hallatán a toló mozdonyvezetője, ha készen áll az indulásra, illetve a tolás megkezdésekor, szintén a féket erezd megjelzést köteles adni, majd az esetleges kézifékek feloldásához szükséges idő eltelte után a toló mozdonyvezetőjének a vonatot enyhén meg kell tolnia. A tolás érzékelése után a vonó mozdonyvezetője a vonatot óvatosan elindítja. Tolómozdonnyal közlekedő vonatok menesztése esetén, ha a vonó és tolómozdony vezetője között rádió vagy más távközlési kapcsolat van, a vonómozdony vezetője a hangjelzésektől függetlenül a vonat megtolására ezek segítségével is rendelkezhet. Ha azonban a menesztő által adott felhívás az indítása jelzés észlelése után a tolómozdony vezetője féket húzd megjelzést ad, ez azt jelenti, hogy még nem áll készen az indulásra. Ilyen esetben a menesztő dolgozó a vonómozdony vezetője felé megálljelzést köteles adni. Most pedig beszéljünk a menetrend szerint áthaladó vonatok menesztéséről. Azokon a szolgálati helyeken, ahol forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, és nincs egyéni kijárati jelző, a menetrend szerint áthaladó vonatokat a meglévő főjelzők szabályszerű kezelése után vonatindító jelzőeszközzel adott felhívás az indítása jelzéssel kell meneszteni. A forgalmi szolgálattevő a jelzést a vágánytól veszélytelen távolságban, teste elejével a bejárati vágány felé fordulva adja. Különös figyelmet kell fordítani az időben történő menesztésre, mert ha késne a jelzésadás, akkor a mozdonyvezető sebességcsökkentésre, sőt a vonat megállítására kényszerülne.
érdemes szólnunk arról is, hogy mi a teendő a vonatok rendkívüli áthaladtatása esetén. Annak a forgalmi szolgálattevőnek, aki saját szolgálati helyén rendkívüli áthaladást tervez, erről időben értesítenie kell a vágányútban érdekelt váltókezelőket, a vonatmenesztő térfelvigyázókat, a vágányútban érdekelt sorompókezelőket, vagy ha a bejárati oldalon váltókezelő nem teljesít szolgálatot, akkor a kézijelzés adására kijelölt dolgozó. Ezek után nézzük meg, melyek a rendkívüli áthaladás végrehajtásának szabályai abban az esetben, ha a szolgálati helyen külön előjelzővel rendelkező kijárati jelző, vagy a kijárati jelzőre előjelzést is adó bejárati jelző van. Ilyen esetben a jelzők szabályszerű kezelése után a behaladó vonat felé a forgalmi szolgálattevő felhívás az indításra jelzést köteles adni. Ha az áthaladásnak a vonat szempontjából nincs akadálya, akkor a mozdonyvezető a vonat indul jelzést adja, és így a rendkívüli áthaladás lebonyolódik. Ha az áthaladásnak a vonat szempontjából akadálya van, akkor a mozdonyvezető a féket húzd meg jelzést köteles adni. Ennek elhangzása és tudomásul vétele után a forgalmi szolgálattevőnek a felhívás az indításra jelzést abba kell hagynia. A rendkívüli áthaladás végrehajtásának szabályai mások, ha a szolgálati helyen kijárati jelző nincs, vagy ha van, de annak nincs előjelzője, illetve a bejárati jelző nem ad előjelzést a kijárati jelzőre. Ilyen esetben a bejárati oldalon szolgálatot teljesítő legtávolabbi váltókezelő a vonat fogadására kijelölt helyen felhívás az áthaladásra jelzést köteles adni a közeledő vonat felé. Ha az állomáson nincs ilyen dolgozó, akkor az áthaladásról a vonat személyzetet írásbeli rendelkezéssel előre értesíteni kell. Ha a bejárati oldalon nincs váltókezelő, akkor az állomáson erre kijelölt dolgozó a bejárati váltóknál köteles adni a vonat felé a felhívás az áthaladásra jelzést. A mozdonyvezető a jelzés vétele után a vonat indul jelzéssel közli, hogy végrehajtja az áthaladást. Előfordulhat, hogy a vonat részéről az áthaladásnak valamilyen akadálya van. Ilyenkor a mozdonyvezető a féket húzd meg jelzést adja. Ebben az esetben mind az előjelzést adó dolgozó, mind a forgalmi szolgálattevő egyaránt köteles abbahagyni a jelzést. Most még egy apró, de lényeges dologra hívjuk fel a figyelmet. Nézzük meg, mit kell tenni akkor, ha bármilyen ok miatt a kijárati jelző, illetve az ismétlő jelző jelzése nem látható a menesztés helyéről, például egy rendkívüli áthaladás esetén. Ilyenkor a menesztést végző dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a jelző továbbhaladást engedélyező jelzést ad-e. Erről meggyőződhet a menesztő a biztosító berendezésen visszajelzett fényekkel a rendelkező forgalmi szolgálattevő útján. Filmünkben a vonatok indulásra történő felhatalmazásával kapcsolatos legfontosabb szabályokkal ismertettük meg Önöket. Úgy véljük, a látottakból mindnyájan levonták a tanulságot, és megértették, hogy a menesztés látszólag formaságnak tűnő szabályait mindenkinek maradéktalanul be kell tartania, mert ezek a biztonságos forgalom elengedhetetlen feltételei.